Edző úr, hadd kérdezzük meg, hogy milyen a hangulat az edzésen? Csönd van és munka. Csönd van és munka. És a következőkben miket láthatunk még a gyerekektől? Hát most még játszani fognak egyet, minden edzésnek fontos része a játék, és hát kb. Minden edzésen hasonló ügyességi feladatok vannak, hogy fejlődjenek. Mindjárt visszajövök. Ügyességi feladatok vannak, mint mondtam, hogy fejlődjenek, és egyre több olyan feladat van, ahol labdát használunk. Akkor az a 2, 4, 6, 7, és marad neki, hogy 2, 4, 6, 7, jó, 8, jó. Fehér fejvédések együtt lesznek, a feketék is, és te a feketéknél leszel, a pindult pandulók is együtt lesznek. És minél több volt kell vinni a két bólya között. Rendben? Kapuja, ott a fehérek kapuja. Hey, és már nem is mész a labdával. Passzolni kell, de gyorsan! Fehér a fehérnek. Nem, kettőbe. Nem lehet támadni. Na, mozogni kell, labda nélkül mozogni kell, neked is. Mi a baj? Edző úr, többször hallottuk azt a szót, hogy a fiam, a fiat is itt ebben a csapatban van? Nem, ez én általam használt egy kifejezés, és körülbelül aki idejön, minden gyerek a fiammá válik, mert igazándiból nem csak oktatom őket mindenre, hanem igazándiból az életre is neveljük itt őket. Tehát itt, hogyha még volt a nyáron a táborunk, ott a köszönéstől elkezdve, mert tehát a közösségbe belépnek, attól is egy kicsit meg vannak illetődve, sok mindentől nem köszönnek. És például ilyen dolgokra is, és alapvető dolgokra is, meg körülbelül arra is, hogy hogyan illeszkedjenek be a társadalomba, ugye egy csapatba, a társadalomba, új helyzetekbe, hogy találják fel magukunkat. És hát ez a kifejezés, ez vala, nem tudom honnan, tudom honnan jött, egy volt edzőm használta ezt, akinek nagyon sokat köszönhetek, és így megragadt, úgy látszik, ahogy tanul az ember, úgy tanít. Akkor nem inni járnak ide a gyerekek? Á, de, vizet. És hadd kérdezzem még meg, hogy elég hűvös az időjárás, ez azért van, hogy felkészítsétek a jégcsarnoknak a hűvösére? Nem, hűvös az idő, hol? Hát csak a nézők ezt nem fogják majd érzékelni. Nem. De az időjárás az pont nekünk kedvez. Itt azért eléggé elfáradnak a gyerekek. És láttunk itt több nagy ütközést, hogy mennyire balesetveszélyes ez a sport. Hát mint látjátok, senkinek semmi baja nincs. Tele vannak védőfelszerelésekkel, igazániból nem úgy igaz, egy sérülésünk se volt eddig. Ütközni szigorúan tilos itt is. És azokban a korosztályokban, ahol egyelőre versenyzünk, mindenhol szigorúan tilos öltözni, emellett olyan védőfelszereléseken rendelkeznek, amiben nem sérülhetnek meg. Persze attól is megsérült az ember, hogy lelép a lépcsőről. Tehát most ez nem veszélyesebb annál. És hány éves kortól kezdődik az igazi jégkorong? Az igazi jégkorong? 5. És akkor már ütközhetnek is, vagy? Tehát most ezt viccesen fogalmaztam meg, de az igazi jégkorong az természetesen az alapoktól kezdődik, de az igazi jégkorong sem az ütközésekről szól. Ha megnéz valaki áthatóbban egy mérkőzést, akkor láthatja, hogy ott nem. Persze vannak ütközések, de ők megtanultak már úgy állni a jégen, és úgy korcsolyázni, hogy nem történik velük probléma, és úgy is ütköznek. Tehát az ütközésnek is megvan a szabálya is, megvan a rendje is, hogy lehet ütközni.
És jövőben mit vársz a csapattól? Ugyanilyen lelkesedés, mint ami most van. És versenyekre esetleg, bajnokságokra? Természetesen. U8-U10-ben indulunk bajnokságban, most még egyeztetés alatt áll, hogy, és attól függ, hogy hány gyerek fog és hogyan összejönni, de a nagyobbaknak meg a VUB-os korosztályban indítanánk el, ami azt jelenti, hogy lesz még 12 évet be nem töltött gyerek, és a többit meg alulról pótoljuk ki, és akkor abban a rendszerben, hogyha lesz bajnokságok, akkor úgy írunk ki. Hátam mögött láthatjuk ezt az építkezést, erről tudná egy pár szót mondani? Természetesen a földmunkálatok elkezdődtek, és az Arkai Óriások című Facebookos oldalon ott láthatják a fejleményeket, az edzéseket, és ott erről is majd tájékozódhatnak. Október 1-jével kezdődik meg a fagyasztás, én úgy tudom, addigra minden állni fog, a sátor, amiben a jég le lesz fektetve, a csövek, a hűtőcsövek, a palánk és minden addigra összeáll, és onnantól kezdve ugye itt egy vastagabb jégréteget kell létrehozni, mert vannak ilyen, hát nem tudom, ilyen vastag csövek kb., azokat el kell teljesen lepnie a jégnek, és még fölé kell egy picit, hogy ne sérüljenek utána a csövek, és ez hosszadalmasabb idő, mint a profi pályákon, ahol van beton, alatta a csövek, betont áthűtik, fölocsolják, és hogyha van már egy centis jég, azon már bőven lehet. Zoltán, a készülőpályáról egy kicsit bővebben tudnál megbeszélni? Természetesen vannak tervezetek, hogy fog kinézni a sátrak, hogy fognak elhelyezkedni. Én úgy tudom, több sátorból fog állni, és ezt a talaj borítása, ugye az úgy néz ki, hogy most legyalulták ott a terepet, lesimították, erre fognak rájönni majd a csövek, és erre próbálnak majd először a csövek köré jéget varázsolni, hogy a csöveket ellepje, és úgy fel fog duzzadni, tehát majd, hogy nem a jég lesz az alapja a jégnek, de alatta csak sima föld lesz, úgy tudom, vagy nem is, szerintem lesz egy borítás, egy ilyen nylonos borítás, hogy azért a földnek a darabjai, azok ne szivárogjanak át a jégre, mert azért az nem lenne nekünk túl jó. Körbe lesz természetesen normál kialakítású palánkunk, lesz egy melegedő helyiségünk, a hokisoknak megvan az öltözőjük, elméletileg úgy van, hogy nekünk lesz egy külön bejáratunk majd, ahonnan nekünk innen az öltözőtől a könnyebb lesz az eljutás, hogy bevárja a jégfelületre, hogy ne mindenen keresztül kelljen mászniuk a gyerekeknek. Úgy tudom, hogy lesz büfé. Ha jól tudom, lehet forralt bort kapni és Ajkán. A felnőtteknek szerintem majd lesz rá lehetőségük erre is. Jégpálya nem létezik forralt bor és forró tea nélkül. Akkor minőségben úgy kell elképzelni, hogy egy profi jégpályát, ha jól értem. Természetesen. Nem tudom, aki járt már a Veszprémi jégpályán, ahhoz hasonló pálya lesz. És ez a korcsolyázni vágyoknak is nyitott lesz? Természetesen nyitott lesz a korcsolyázó vágyok számára is. A korcsolya oktatásokról az egyeztetések már elkezdődtek, hogy minket tudjuk majd kivitelezni, és a későbbiekben természetesen lesz közönségkorcsolyás, én úgy tudom, hogy nyitástól kezdve meg lesz beszélve, hogy mikor foglalja el a hoki a pályát, és mikor a nagy közönség, és azon felül, hogy még milyen lehetőségek lesznek, ezeket majd még mind igazániból meglátjuk, mik a lehetőségek, milyen számunkra, hogy mit tudunk kivitelezni, és annak fejében fogunk oktatásokat tartani, de magának a gyerekeknek már most is szeretettel várjuk őket, mint láttátok ti is, egyre több gyerekünk van, ennek nagyon örülünk mi, egyelőre korcsolyó oktatásról lesz majd szó, és a későbbiekben a fiatalabb, ez az 5 évestől 10 éves korosztályig, őket most el tudjuk látni szereléssel is, őket versenyeztetni is tudjuk, a nagyobb gyerekeket, mint láttátok, az is volt, őket egyelőre nem tudjuk ilyenekkel ellátni. Mennyire nehéz a kisgyerekek nyelvéről átváltani a nagyobbak nyelvezetére? Nem nehéz. Óriási gyerek vagyok, úgyhogy nem nehéz. A kisgyerekeknek is igazániból azt kell szerintem meglátni és felfogni, hogy ezek a kisgyerekek, ezek kis emberek. Tehát ők hozzák nem gügyögni kell, hanem meg kell mondani, hogy ezt miért és hogyan kell csinálnia ahhoz, hogy jó legyen. Megmutatod neki a rossz verziót, megmutatod neki a jó verziót, és egy idő után ezek ismétlődnek, és addig fog ismétlődni, amíg ő is tökéletesen megcsinálja. Csak ezt mégis a nagyon piciknél azért mégis valamilyen szinten játékosba kell öltöztetni, játékos feladatba, és utána teljesen jó lesz ez. És hogyha szót értesz a gyerekekkel, akkor nincs nagy gondod. Jó, mindenki idejön!
Minden meg volt, mindenki? Szuper! Na, hogy éreztük magunkat? Jó! Mindenki? Igen! Elfáradtunk? Igen! Már egy óra sem elfáradtunk. Fogd a születenek. Na, nagyon ügyesek voltatok, mindenkit megdicsérek, szuper volt. A kis hölgy is nagyon-nagyon ügyes volt, mindenki jól csinálta a dolgát. Tőlem megtapsoltuk magunkat. Tapsoltak. Hajd a lelket tapsolás, a minden. Na jó, egészségünkre vegyük át a cipőnket, a dolgokat vegyük be. Összeszedjük még előtt a bójákat.